Rózsika és Szenke alig egyhetesek. Nem sokára indulnak vissza anyjukkal, Szamócával és Rózsával együtt a Ménesbe, ahol születtek. A többi hucul közé. Amit a feleségem csinál, ez az, ami a Csikó barátkozás. Ez az egy hét, ez egész életükre meghatározza a kapcsolatukat az emberrel. És amikor ezek a csikók már jól barátkoznak az emberrel, az érintést, simogatást, vakarást egészen jól tűrik, akkor megértek arra, hogy visszamenjenek az anyjukkal együtt a Ménesbe. Rózsika azonban nem igazán örül a kötélnek. Ő szabadon szeretne futkározni. Ennek a foglalkozásnak az a lényege, hogy a csikó kötélen megtanuljon menni, hogy amikor azt csinálja, amit mi szeretünk, akkor lazítjuk a kötelet. Amikor az ellenkezőjét csinálja, mint amit mi szeretnénk, akkor feszítjük. Teljesen természetes, hogy először ellen akar állni. Itt most ellenáll. Ha tesz felém egy lépést, akkor lazítok neki. És akkor lazítunk. Ezek a lovak nem átlagos lovak. Ők a bakonyi tűzköves Ménes hucoljai. A hucol a Kárpátok és a Kárpát-medence egyik ősi lófajtája. A Kárpátok póniaként is szokták emlegetni őket. Magyarországon 2004 óta hivatalosan is nemzeti kincsnek számítanak. A már kihalt tarpán vadló legközelebbi rokonai, és ez a mai napig jól látszik a külsejükön. Egy huculón egy olyan átlagosan 137-140 cm-es bottal mért marmagassággal rendelkezik. Ennél vannak kisebb és nagyobb huculok, és jellemzői a huculovaknak ez a hátszíja. Látszanak keresztbe egy csíkok, ezeket zebrai csíkozásnak hívjuk. Rendkívül erős, kemény patájuk van, ezért aztán a rendszeresen munkában lévő lovak sem igénylik a patkolást. Nagy Tibor, a huculók gazdája, más olyan ősi parlagi állatfajtát is tart, amelyek ritkábbak vagy veszélyeztetettebbek. A huculók ma már Tibornak is köszönhetően biztonságban vannak, de volt olyan időszak a II. Világháború után, amikor a kihalás fenyegette őket. Az állományuk még most sem olyan nagy létszámú, hogy azt mondhatnánk, hogy a fennmaradásuk teljesen veszélytelen lenne. De azért sok munkánk van benne, és természetesen nem csak nekünk, hanem másoknak is, abban, hogy egy stabilabb, egy jobb génállománnyal rendelkező állományt tartsunk fönn. A ménesünkről azt kell tudni, hogy körülbelül 100 tenyészkancánk van, és növendékekkel, tenyészménekkel együtt körülbelül 200 a teljes létszám. Tiborék célja tehát a génmegőrzés. Ezért a kiválasztott méneket kiválasztott kancákkal párosítják. A fennmaradásukhoz a sokféleségre szükség van, mert egy beszűkült genetikai állománnyal kipusztulásra ítélt nem csak a lovaknak a fajtája, hanem minden földi élet. Az egyik legritkább kancacsaládba tartozó kancákból korábban csak 3 egyed élt az egész világon. Ma csak a bakonyi tűzköves hucul Ménesben élnek 6-an. Ha ez a kancacsalád kipusztulna, nem volna hucul sem. Régen a huculok málhás, igás és hátas lovak voltak. Főleg nehéz, hegyi terep munkában használták őket. Ma már ezt a munkát gépek végzik, ezért a huculok szabadidős lovak lettek. De erre is alkalmasak. Terep biztosak, jó csontozatuk van, jó lépésbiztonságuk és jó idegrendszerük van. Minden mellett gyorsan és jól tanulnak. Lövészárok. Itt azt látjuk, hogy a lovak a feltétlen munkakészségüknek köszönhetően lemennek akár az ilyen gödrös területekre is, minden további nélkül föl tudnak menni, lábtörés vagy sérülés nélkül. És versenyeken is megállják a helyüket. A legutóbbi szigetcsépi versenyen Tibor 4 lova is indult, és bár érmet nem nyertek, Tibornak nem is ez a fontos. Ő azért dolgozik, hogy a hucul lovak fennmaradjanak. Magyarországon csak 3 ilyen nagy ménes van, mint az övé, de a világon is csak pár darab. Ősszel Szlovákiában lesz lehetőség szépíteni, a Visegrádi kupán, a hucull lovak Európa-bajnokságán.